Felrobban az agya, mert annyira felháborítja a bevándorlás. Ő pedig kiadósat káromkodik, megdühíti Brüsszel. A közösségi médiából ismert hangulatjelekkel nyomatékosítja a kormány, hogy a legújabb nemzeti konzultációban feltett kérdések témái milyen érzelmeket válthatnak ki egyesekből. Ez egy jó reklám, az felkelti a figyelmet, és örülök, hogyha láthatóan ez sikerült. Újász Gergelyt a legutóbbi kormányinfón kérdezték a plakátkampányról. Azt mondta, nagykorúnak tekintik a magyar állampolgárokat, akiknek a véleményére kíváncsiak, egyebek mellett Brüsszelről, Sorosról vagy a bevándorlásról. Mindenki el tudja dönteni, mivel szimpatizál és mivel nem. Adott esetben a kormánnyal szimpatizál vagy nem szimpatizál a kérdésről, mi a véleménye. Másfél évet kell várni egy csípőprotézisre, közel 500 forint egy liter benzin, 100 milliárdos kínai hitelből jönne Magyarországra a Fudán. A Momentum ragasztotta le a kormány plakátjait, mert, mint mondják, ők a valóságról szeretnének konzultálni. A valóság az, hogy a magyar kormány 540 milliárd magyar forintból akar egy kínai elitegyetemet hozni Magyarországra, amit mi nem hagyhatunk és nem is fogunk. A valóság az, hogy ma egy kezdőpedagógus 145 000 nettót keres, és azt lehet érezni a pedagógusi közösségben, hogy nagyon el vannak keseredve, és a végét járja ez a szakma. A Fidesz közleményben reagált. A kormánypárt szerint Gyurcsány Ferenc jobb hiány plakátragazgatással bízta meg a Momentumot. Azért, mert a kormányzásuk alatt soha nem kérdezték meg az embereket, így a mostani konzultáció idegesíti őket. A Momentum elnöke szerint ez nem igaz. A kormányt ma hiába kérdeztük, hogy mennyi pénzt költöttek a kampányra, és hogy azt meddig és milyen módon folytatják. A kérdéseinkre nem válaszoltak.